Üllőváros önkormányzata, a Vecsési Sportegyesület és a Magyar Ökölvívós Szakszövetség rendezésében 33 klub, 128 versenyzője lépett kötelek közé az év legnagyobb ökölvívó utánpótlás versenyén. Az Üllővezér kupán 55 mérkőzés tette fel ismét Üllővárosát a bunyó térképére. A második alkalommal lebonyolított nemzetközi verseny ötletéről és az induló sportolókról a Vecsési szakosztály vezetőjét, a női válogatott edzőjét kérdeztük meg. Mindig is voltak üllői versenyzőink, régen is voltak, ugye Papi Bence, most is vannak üllői versenyzőink. Szorosan összekötődött mindig is a két város élete, és egyszer már rendeztünk egy ülővezér kupát azt az általános iskolának az udvarán, és úgy látszott, hogy van rá igény, az is tetszett sok embernek, és most sikerült ide behoznunk a városközpontba egy sokkal nagyobb eseményt. Honnan érkeztek a versenyek, és hány csapat nevezett be erre a tornára? 31 egyesület, 129 ökölvívója nevezett be, egy nagyon szép szám. Úgy gondoltuk, hogy nyáron, a nyár közepén inkább nyaralnak, meg szünetet tartanak a klubok, úgyhogy bőven túlszányalta a várakozásunkat, hál' Istennek, így összesen 55 mérkőzést tudunk megrendezni. Érkeztek versenyzők Nyíregyházán túlról, a keleti ország részből, érkeztek Kőszegről, Pécsről is, sőt egy csapat Szlovákiából is érkezett, úgyhogy így miattuk most mondhatjuk, hogy nemzetközi ez az Üllővezér kupa. Kimondottan utánpótlás korú versenyzőknek rendezzük ezt a versenyt. 10 éves korosztálytól 15 éves korosztályig lépnek ringbe most a versenyzők. Nagyon sokan jöttek el a kis korosztályba is. Ugye ezek a 10-11 évesek közel annyian eljöttek, mint a már hivatalos serdülő junior versenyzők. És eddig mindenkitől nagyon pozitív volt a visszajelzés, mind a versennyel kapcsolatban, mind a helyszínnel magával kapcsolatban. Több lány versenyzőt is látunk itt a versenyen. Hál' Istennek egyre népszerűbb, nem csak Magyarországon, az egész világon. Ugye az olimpia, Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak van egy ilyen törekvése, hogy minden sportágat két neművé tegyen, így 2024-ben az olimpián már ugyanannyi női ökölvívó indulhat, mint férfi. Ez egy óriási dolog, és ennek a hatása érződik. Többek között nekünk is két női ökölvívónk van innen Üllőről, akik szerintem a jövő reménységei mindenképp. Úgyhogy ezúttal is szeretném megköszönni Üllőváros vezetésének és az Üllői önkormányzatnak azt, hogy itt befogadtak minket, és ezt a remek helyszínt biztosították ehhez a versenyhez. A versenyen az üllői Varga Vivien jól szerepelt. Ő a 10 évesek között lépett szorítóba. A 15 éves Nyögéri Sára sajnos nem tudott boxolni, ő éppen Olaszországból jött haza egy aranyéremmel, és már megkezdte a felkészülést a szeptemberi junior EB-re. A legfiatalabb boxolók aranyérmeket vehettek át, de a többieket is érmekkel és külön díjakkal jutalmazták. A nemzetközi minősítésű bírók mellett Gedó György, olimpiai bajnok, országos szakfelügyelő és Kisné Szabó Katalin üllői polgármester is megtekintette az izgalmas boxmérkőzéseket. Az 1972-es müncheni olimpia bajnoka 7 éve dolgozik országos szakfelügyelőként, járja az országot és igyekszik felderíteni a tehetségeket. Utóbbi elmúlt 30 évben azt kell, hogy mondjam, hogy mi nagyon regresszióba járunk, és jártunk. Most úgy néz ki, hogy 7 év után, mivel országos szakfelügyelőként dolgozom 7 éve, és járom Petőfi Sándort megszégyenítve az országot, én azt hiszem, hogy látom és látnom kell, hogy valójában tulajdonképpen a fiatalok egyre jobban orientálódnak az ökövő sporthoz, hiszen rájönnek arra, hogy ennek a sportágnak, és nem csak a fiatalok, hanem a szülők is rájönnek arra, hogy ennek a sportágnak olyan személyiségfejlesztő tulajdonságai vannak, amely nagyon kevés sportágban lehet megtalálni. Én azt hiszem azt, hogy itt most elkezdem sorolni, hogy a kitartás, a felkészülés, az emberség, a méltóság, a műveltség és az oktatáshoz való igazodás, az nagyon fontos szerepet játszik az ökövívó sportban. Tehát itt nem elég az, hogy valaki vakul, ügycsapkod, össze-vissza hadonászik, itt meg kell tanulni az ökövívó sportot.
de ezt meg kell tanítani. Nekem nem az a feladatom, hogy az edzőket tanítsam meg. Az is volna tulajdonképpen, de vannak és voltak már sikeres eredményeim, amik azt mondják, hogy az edzők és a bírók már nem szídják egymást, tehát nem anyázzák egymást, és ezen nem mosolyognak, vagy nem nevetnek a nézők, akik tulajdonképpen az ökívós sportot nagyon szeretik. És valójában a sportnak a lényegét, az izgalmát és a kimenetelét, a sport eredményeit veszik alapul. Nos, én nekem több ezer gyerekem van, akiket én tanítottam, sikeresek, eredményesek, és amikor találkozom velük, akkor hosszadalmasra el tudok velük beszélgetni, hiszen valóban, amikor én elkezdtem 1956-ban, már most már 66 éve az ökívó sportban vagyok, és 7 éve vagyok országos szakfelügyelő, ami annyit jelent, hogy nagyon sok olyan nyújasz dolgokat kellett megoldanom, amik az ökívó sportág nélkülözhetetlen. Tehát az ökívó sportban számtalan olyan dolgok vannak, amiket nem lehet mellőzni. Oda kell figyelni a tisztesség, amit elmondtam, a becsület, és az egymáshoz való alkalmazkodás, a segítőkészség, ami alapjába véve az ökívó sportágnak az alfa és omegája. Számtalan tehetséges fiatal tanítványom van, és vannak most is tehetségesek. Nem egy edzőt megdicsértem, és gratuláltam nekik, hiszen az ökívó sport az egy elég faramuci sportág, ahol nagyon sok mindent figyelembe kell venni. Tehát ezt fel kell építeni. Ez olyan, mint a piramis. Tehát itt tulajdonképpen csak akkor igazából akkor lesz eredményes egy fiatal, hogyha az egész pályafutása, sport pályafutását, vagy az ökívó sport szeretetét feláldozza és feláll ahhoz, hogy igenis én képes vagyok arra, hogy az én adottságom, az én tehetségem, ami tulajdonképpen az edző múlik, mert aznak kell, hogy észrevegye, hogy a gyereknek milyen adottsága vagy milyen tehetsége van. Tehát ezt kell hasznosítani, és olyan körülményeket ki kell használni, amik például itt ülőm is vannak, ezek példaértékű, nem csak itt, hanem számtalan sok az ország sok területén van, ahol segítik és támogatják az ökívó sportág részvételét, versenyeztetését, és azokat a fiatalokat, akik valójában az ökívó sportot szeretik és akarják. Nagyon sok olyan a köztudatban úgy van elkönyvelve, hogy azokat a gyerekeket, azokat vigyázzák és védik. Hogy nehogy beleessenek, vagy nehogy az legyen, hogy most elmegy egy kocsmába, és akkor ott megüt valakit. Tehát nem igaz. Ez az ökívó sportág az nem ilyen. Az nevel, az okít, és olyan dolgokat mutat be a mai fiatalnak, ami a 21. században alapvető törvény, és ezt kell hasznosítani.